A miniszterelnök az uniós csúcson folyamatos egyeztetéseket folytat. Továbbra is igyekszünk a nemzeti érdekek figyelembevételével megegyezésre jutni, de ez nem biztos, hogy be fog következni. Utána, az uniós csúcs után a miniszterelnök teljes körű tájékoztást fog adni az ott történtekről. Ezzel nyitotta a kormányinfót csütörtökön 10:30 körül Gulyás Gergely Budapesten. Eközben Brüsszelben, szinte tökéletesen egy időben, egészen más dolog történt. What seemed like an impossible situation has been solved in just one hour. EU leaders have managed to convince Hungarian Prime Minister Viktor Orbán to approve the financial package of 50 billion euros for Ukraine. We have a deal, European Council President Charles Michel said in a post on X. A híres kisétálás és másfél hónap húzavona után Orbán Viktor percek alatt adta be a derekát és egyezett bele az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatási csomagba a csütörtöki EU csúcson. De hogyan fordult ekkorát a világ ilyen rövid idő alatt? Brüsszelből a helyszínről tudósít Arató László és Folk György, az eurológus szerzői, akiket a mai azonnali adásban Gyükeri Mercedes-szel kérdezünk a megállapodás hátteréről. Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Laci, Gyuri és természetesen Merci, köszöntelek mindannyiatokat az adásban. Laci, amikor két hete beszéltünk, egy sor opciót felsoroltál, hogy hogyan zsarolhatja majd Orbán Viktor az EU vezetőit, amikor február 1-én eljön az új EU csúcs. És most mégis itt állunk, hogy gyakorlatilag percek leforgása alatt belement az ukrán támogatásba a magyar miniszterelnök is. Mennyire volt meglepő, hogy ilyen gyorsan megszületett ez a döntés? Hát nagyon, tehát mint ahogy legutóbb decemberben az ukrán csatlakozási tárgyalások kapcsán Orbán kiment a teremből, és így adott zöld utat a többiek akaratának, most is valami hasonló történhetett, hiszen ugye még az előző napokban is azt hallottak, hogy ezt így nem akarja a magyar miniszterelnök támogatni, hogy így módon az Európai Unió finanszírozza Ukrajnát. Aztán ami történt, és aminek a tartalmát mi még nem tudjuk, az, hogy volt egy többoldalú tárgyalás a csúcs előtt, ezért késett a csúcs, ahol ott volt a tanácselnöke, a bizottság elnöke, a holland, az olasz, a spanyol, a német és a francia vezető, tehát az EU-nak a meghatározó emberei, valamint Orbán Viktor, és ott kellett történjen valaminek, aminek eredménye az lett, hogy ahogy elkezdték a csúcsot, gyakorlatilag 6 perc után jött az értesítés, hogy megvan a megállapodás, és a megállapodás az tulajdonképpen nem sok mindenben reflektált arra, amit Orbán Viktor el akart érni korábban. De a diplomatákat is, amennyire én értettem, mert ugye hallgattam az egyik német diplomatának a háttér tájékoztatóját, itt lejött a újságírók közé nemrég, vagy délelőtt, és ő is azt mondta, hogy a diplomaták is nagyon meg voltak lepődve, hogy ilyen gyorsan taktust váltotta a magyar miniszterelnök. Azt mondta, 20 percig tartott körülbelül ez a kis csoport, úgy hívta, kis csoportos megbeszélés, mielőtt átmentek ugye a 27-es formátum ülésbe, és onnan Orbán Viktor pár perc után, vagy 20 perc után kvázi kisétált, azt mondta a diplomata, és ők akkor úgy érezte, vagy ők és a kollégája úgy érezték, hogy láthatóan meggyőzték, vagy nem tudom, nem volt több ellenállás Orbán Viktor részéről, ezt mondta saját élményei alapján ez a diplomata. Tehát valami hasonló történhetett, vagy hasonló kellett történnie, mint a decemberi csúcs előtt, hogy leültek és rábeszéltek az erősebb tagállami vezetők valamit a magyar miniszterelnökre. Fordítsuk meg viszont ezt a kérdést, hogy tudunk-e arról bármit, hogy engedette az Európai Unió, engedette a többi országnak a vezetője Orbán Viktor bármilyen követelésének azért cserébe, hogy ő ezt az egészet átengedje? Az eredeti javaslathoz képest annyiban módosult ez az egész, hogy ugye a magyar miniszterelnök nagyon szerette volna, hogyha itt évenként megújítva a támogatást lehetne minden évben dönteni erről és szavazgatni róla, és de a többiek azt mondták, hogy ezt ők meg nem szeretnék, mert ez azt jelenteni, hogy Orbánnak potenciálisan vétó lehetőségei vannak, szóval ezt az évenként megújuló változatot nem fogadták el, és helyette a szövegbe az került bele, hogy lesz egy áttekintés minden évben arról, hogy való
valósult meg ez az ukrán támogatási eszköz, illetve az Európai Tanács 2 év elteltével, ha akarja, akkor felhívhatja az Európai Bizottságot arra, hogy nyújtson nekik egy értékelést, és tegyen javaslatot, hogyha szükséges ennek az eszköznek az alkalmazására. De egyik előbb említett tétel sem olyan, ahol vétózni lehetne a magyar miniszterelnöknek vagy bárki másnak, tehát itt annyi lett az engedmény, hogyha ezt annak lehet hívni, hogy évente meg lehet nézni, hogy hol tart az egésznek a megvalósítása, de magába a folyamatba most már nem szólhat bele egyik tagállam sem, tehát nem lehet most már leállítani és azt mondani, hogy jó, hát eddig ez ment, de most már nekem ez nem tetszik, úgyhogy tovább ne menjen. Szóval ilyen módon kifogták a szelet Orbán Viktor lájából. Ahogy beszélgetünk, Orbán Viktor most posztolt a Facebookra, és idézem, ő azt írta: kiharcoltuk, a magyarok pénzét nem adhatják az ukránoknak, felkiáltójel, a háborúban nem veszünk részt, fegyvert nem küldünk, továbbra is a béke pártján állunk. Ez mennyire felel meg a valóságnak? Semennyire. Hát ezt ugye, biztos vannak szakemberek, akik ezt tudják értelmezni. Igen, én gondoltam, hogy azok most ti lesztek, mert én se igazán tudom összerakni. Én valami orvosra gondoltam, de... Először is a vétó, ugye ez a vétó mechanizmus, erről a diplomata, akit az előbb idéztem, azt mondta, hogy korábban erről volt szó bilaterális egyeztetéseken a csúcs előtt, de hogy ez most már a kis csoportos megbeszélésben sem volt, öltött nagyon konkrétan testet, és utána nem került a napirendre, vagy a beszélgetés nem vált ezzel. Tehát Magyarország erről teljesen lemondott, hogy megpróbálja megvétózni ezt a 2 évente beígért revíziót, vagy felülvizsgálatot vétóval lehetne keresztbe akasztani. Ehhez ragaszkodott korábban Magyarország, de erről szó nem volt ma. Hát ugye eleve ott kezdte a miniszterelnök, és aztán mindjárt válaszolok a kérdésedre is, hogy legyen költségvetésen kívül kezelve ez a dolog. Ez most a költségvetésen belül van kezelve, tehát ezt lesöpörték, ezt a magyar elvárást. Amit Orbán a fegyverekkel kapcsolatban mondott, totális dezinformáció, hiszen ez a támogatás éppen, hogy nem a fegyverekről szólt, és ebben az egész csomagban egy darab lőszer, de még egy golyóállom mellé. De még egy csúzli sincsen benne, tehát itt az ukrán állam működéséről és annak a feltételnek a biztosításáról van szó, bérekről, meg nyugdíjról, meg a közüzemi hálózatnak a működtetéséről. Tehát van az EU-n belül olyan diskurzus, ami a fegyverszállításokra, lőszerszállításokra vonatkozik, de ez nem az. Tehát Orbán nyilván nem véletlenül, hanem szándékosan keveri össze a kettőt. A speciál pont Olaf Scholz, német kancellár reggel, amikor a doorstep, tehát amikor jött az EU csúcsa, és megállt újságíróknak beszélni, akkor a 4 percében arról beszélt, hogy fel kell pörgetni a fegyver és lőszerszállítást is, hogy ma Európa nem tesz eleget jelenleg ahhoz, hogy hatékonyan segítse Ukrajnát fegyverkezésben, de azt is kifejezetten és határozottan mondta, hogy ez egy totálisan külön fejezet, amiről ma szeretne a 27-es formátumban egyeztetni, és erről egy igen dinamikus vitát beröffenteni, és de hogy erről ma nem lesz döntés, és hogy igenis ebben részt kell venni a tagállamoknak a szolidaritás jegyében, de ami a pénzt illeti, az megadjuk Ukrajnának. Orbán Viktor ebből a szempontból nem mondott igazat a tweetjében, vagy Facebook üzenetében, hiszen ebben az döntésben részt vett Magyarország, megszavazta, és innentől kezdve ugyanúgy, ahogy eddig, pénzügyi támogatást biztosít az Európai Unió direktben Ukrajnának, és ebben Magyarország is igen mondott, és részt vesz benne. Mindannyiatoktól kérdezem, hogy szerintetek miért történt az, amit már a szankciók esetében milliószor láttunk, hogy sokáig megy a szájhősködés, majd a lebegtetett vétóból a végén nem lesz semmi? Több megközelítése lehet ennek. Szokták mondani, hogy Orbán elmegy a falig, talán egy kicsit túl is, de aztán végén mindig visszamegy a startvonalra. Azt is szokták mondani, hogy ez egy játék a hazai választók felé azért, hogy a választókkal szemben a bizalmát megőrizés a végén. Mindig ez az ultima ráció az utolsó év, de aztán úgyis be fog állni a sorba, beadja a derekát. Bocsánat, de egy idő után ez a farkas kiáltó fiú sztori, ez nem lesz megvehető Brüsszelben? Nagy
nagyon, nagyon elegük van már belőle, tehát az összes vezető most már azért nagyon, nagyon durvákat mond Orbánra, és teljesen megbízhatatlannak tartják meg olyannak, aki keresztbe vekszik, vagy lassítja az uniós döntéseket, tehát és azt is mondják, hogy borzalmasan el van ezzel szigetelődve, tehát teljesen egyedül maradt, hogy ez neki politikailag megéri, vagy nem éri meg, az egy másik kérdés, ezért mondom azt, hogy ha hazafelé ez bejön, akkor lehet, hogy ez a cél. Itt a felvételőt beszéltük Gyurival, hogy ugye ezt azért hívták össze ezt a rendkívüli csúcsot, mert decemberben Orbán nem támogatta. Na most tulajdonképpen ugyanazt, amit decemberben nem támogatott, azt most elfogadta, de ezért ide rángattak 27 állam és kormányfőt, meg a egész lepjét, lezárták fél Brüsszel, stb. Ez több millió eurós móka volt ebből a szempontból, és tulajdonképpen ennek semmi értelme nem volt, mert 6 perc alatt azt mondták, hogy hát mégse lesz ebből semmi, ebből a nagy vétózásból. Tehát ez a politikai tőkét nullát kovácsolt ebből. Egyébként Brüsszelben Orbán Viktor nulla politikai tőkét kovácsolt ebből most. És ami ugye különösen kellemetlen, hogy 5 hónappal a magyar soros elnökség kezdete előtt ilyen csiki-csuki játékokba megy bele, ezzel igencsak meg fogja nehezíteni a saját alkupozícióit a következő fél évre, az borítékolható. Nekem egyébként az volt nagyon érdekes, hogy az elmúlt napokban már olyan érvek hangzottak el, például ugye a Financial Times, amikor azt írta, hogy most pedig az EU majd jól tönkreteszi a magyar gazdaságot, vagy a múlt héten akár, ami az Európai Parlamentben elhangzott, hogy vegyék el, vagy akár bárhonnan évként elhangzott, hogy vegyék el Magyarország szavazati jogát. Tehát, hogy ilyen válás előtt levő házaspár, amikor már tényleg mindent egymás fejéhez vágnak mind a két oldalon. Most ugye nagy kérdés, hogy ezt a két oldal közül ki fogja megbánni később. Hát nézd, a lényeges kérdésekben nem történik változás, mert mondjuk Magyarország nem fog hamarabb pénzhez jutni azzal, ami most történt. Úgy is mondanám, hogy nem is befolyásolta, mert hogy nem is ide tartozik ez a dolog. Ezt a sokat emlegetett hetes cikkelyes eljárást sem nagyon fogja befolyásolni, mert hogy az meg nem is akarják forszírozni a tagállamok. Fárasztó, meg unalmas már az, ami történik ezzel kapcsolatban, és ezt elmondják a tagállami vezetők is, hogy azt mondta Donald Tusk, hogy igen, hogy nem Ukrajna fáradtságban, hanem Orbán fáradtságban, mert halálosan unalmas már ez a játék, és ennek viselnie kellene a felelősségét. Egy másik dolog, ami fontos, hogy ebbe a történetbe Orbán nem mond alternatívát, tehát hogy nem mondta azt itt a viták során, hogy mi van akkor, hogyha az EU kihátrál Ukrajna mögül, akkor mégis ő szerintem mi fog történni, ugye, és erre mi a válaszunk. Tehát, hogy nem tartják egy előre gondolkozó politikusnak, annak ellenére, hogy ugye ő van a legrégebb óta hivatalban. Ahogy a bevezetőben említettem, Gulyás Gergely éppen kormányinfót tartott, és mit ad Isten éppen a HVG-hez került a szó, közvetlenül azután, hogy kijöttek a hírek arról, hogy megvan a megállapodás. Gyorsan mutatom a hallgatóknak, hogy hogyan zajlott ez a szembesítés a kormányinfón. HVG. Jó napot kívánok, Lengyel Tibor vagyok, hvg.hu. Miközben beszéltünk, azért történnek dolgok, meg van az EU csúcson a megállapodás, a döntés egyhangú, tanácselnöke most posztolta ki az X-re, viszont az egyhangú döntés azt jelenti, hogy a nemrég zárult nemzeti konzultáció 7. pontja, miszerint ne adjunk több pénzt Ukrajnának, ezt 99% támogatta a válaszadók közül, akkor most ebben szembe ment a miniszterelnök, ha jól értem. Nem, egyáltalán nem. Hogy szól a 7. pont, azt ön ismeri? Brüsszel még több pénzt akar Ukrajna támogatására, és 99% mondta erre azt, hogy ne adjunk nekik addig pénzt, amíg meg nem kapjuk a miénket. Na, hát erről van szó. Nem kaptuk meg a miénket, ha jól. Hát dehogy nem, tudom. Egy részét már megkaptuk a miénknek, és továbbiakról is tárgyalunk. Tehát szemben azzal, amikor elkezdődött a nemzeti konzultáció, akkor Magyarország egyetlen fillért sem kapott, és el volt zárva az uniós forrásoktól. Akkor ez így egy deal, hogy már elkezdtek csorogni a pénzek, és akkor... Hogyha önnek ilyen igénye van, akkor a következő nemzeti konzultációban értékelni fogjuk, hogy a miniszterelnök a válaszadók szerint betartotta azt, amit ígért vagy sem. Merci, mennyire állja meg a helyét Gulyás érvelése? Szerinted ez lesz a kormánynak az álláspontja ezután, vagy ez csak egy ilyen helyzeti kapkodás volt? Nyugodtan ketté választhatjuk ezt a kérdést. Ugye nyilván az nem volt véletlen, hogy a kormányinfó épp akkor kezdődött, amikor mondjuk érdemileg elindult a munka az Európai Tanácsban, és nyilván
amit Gulyás Gergely elmondott, annak komoly része az EU csúcsról szólt. Már úgy értem, hogy nem a mi kérdésünkre, hanem már a felvezetőben. Az némi tudatosságot azért csak feltételezne, hogy a miniszterelnökséget vezető miniszter tisztában van azzal, hogy milyen mandátummal érkezik a miniszterelnök egy ilyen EU csúcsra, vagy akár, hogy éppen hol áll a tárgyalás. Ugye ehhez képest Gulyás Gergely azt mondta, hogy akár hosszú ideig elhozódhat, az is lehetséges, hogy nem lesz megállapodás. Tehát így jutottunk el ahhoz, hogy kollégánk Lengyel Tibor kérdezett, épp raktuk ki a hírt arról, hogy megvan a megállapodás, és akkor nyilván valamit mondania kellett Gulyás Gergelynek az ő kérdésére. Nyilván az az érv, hogy azért támogattuk végül ezt a megállapodást, mert hogy mi is kaptunk pénzt az EU-tól, az nem egy új érv. Tehát, hogy ez a fajta, nevezzük akár zsarolásnak, vagy akár csak szájkaraténak, azért már nagyon régóta előjött, hogy nehogy már a mi pénzünket adják Ukrajnának, de hát nyilván az a döntés már a decemberi EU csúcs előtt megszületett, hogy Magyarország kaphat támogatást, még hogyha nem is a teljes támogatási keretet. Ugye érdemes erre visszaemlékezni, decemberben csütörtökön kezdődött az EU csúcs, és szerdán jelentette be az Európai Bizottság, hogy a úgynevezett horizontális feljogosító feltételeknek megfelel Magyarország, tehát hogy a forrásoknak nagyjából a harmada az kifizethető Magyarország számára. Ezek után lehet azt mondani, hogy na jó, de hát akkor azóta nem változott semmi, tehát akkor akár már a decemberi EU csúcson is mondhatta volna Orbán, hogy belemegy Ukrajna támogatásába. Gyuri, Laci, visszaadnám nektek a szót egy kérdés erejéig. Van-e még bármi napirenden a mostani EU csúcson? Van még legalább két dolog, egyrészt a közel-keleti helyzetről kell még tárgyalniuk a állam és kormányfőknek. Valószínűleg az tart most, illetve hát kérdés, hogy a Európa szerte és ma éppen Brüsszelben lévő gazdatüntetésekre akar-e reagálni az EU, vagy hogyan. Ez hivatalosan nincs napirenden, de elképzelhető, hogy a francia kancellár szóvá fogja tenni, szóval ezt még nem tudjuk. Az biztos, hogy ma véget fog érni a csúcsnak, meg nem lesz valószínűleg hosszú éjszakázás, hiszen a leglényegesebben már túl vannak. Ami egyébként, tehát az ukrán támogatás, az viharos gyorsasággal fog beütődni, mert hétfőn már az Európai Parlamenttel tárgyalnak a tagállamok, utána még februárban elfogadja a parlament, és márciusban pedig már menni fog a pénz is. Itt visszacsatolnék a hallgatóknak, tegnap jelent meg egy fülkeadásunk, ahol Ingmar Neveusszal, a Dagens Nyheter külpolitikai újságírójával beszélgettem a svéd NATO csatlakozás körüli feszültségről Magyarország kapcsolatban. Arról tudtok esetleg valamit, hogy Ulf Kristersson leül-e Orbán Viktorral beszélgetni most Brüsszelben? Én megkérdeztem még tegnap azt hiszem a svéd állandó képviseletet, és azt mondták, hogy nem, nincs terbe véve, és tulajdonképpen ma azt hiszem azt mondta a svéd miniszterelnök is, hogy itt NATO ügyekről nem kell mit tárgyalni, mert itt Magyarországnak kellene meghozni azt a döntést, a magyar parlamentnek kéne ratifikálni a csatlakozást, egyébként pedig felvetette azt, hogy a Gripenek ügyében pedig időszerű valamiféle folytatásról tárgyalni, hogyha a magyaroknak ez érdekükben áll, tehát azért itt megjelenik az üzengetés ezen a szinten is. Világos, köszönöm. Zárásként értékeljünk. Szerintetek mennyit nyert és mennyit veszített Orbán Viktor az elmúlt másfél hónapnak a drámájával? Milyen fronton járhat jól azzal, hogy belement ebbe az egyességbe? Mi az, ahol nagyon csúnyán visszaüt minden, ami december közepe óta történt? Szerintem mi arra vagyunk hivatottok, hogy Brüsszelből nézve szempontból válaszoljunk erre a kérdésre, és Brüsszelből nézve Orbán Viktor szerintem csak veszített ezzel a csiki-csukival. Az, hogy a magyar belpolitikában ezzel mit nyert, az arról nem gondolom, hogy tisztünk nyilatkozni, viszont az is biztos, hogy amit említettem, 5 hónappal a magyar soros elnökség indulása előtt szerfelett felelőtlen ilyen hátvét harcokba bocsátkozni, amiknek utána nem, hogy nem 0G, 0 eredménnyel kijövő a végeredménye, hanem egyszerűen veszítünk diplomáciai kreditet, komolytalan tárgyaló partnereknek tartanak minket, és hátráltatják, amúgy fontos más folyamatoktól elveszik a figyelmet, és azokat lassítják, amik az EU-ban amúgy érdemes lenne több figyelmet fordítani, meg esetleg azokról érdemben tárgyalni. Nem beszélve arról, hogy ez most tényleg több millió euróba került az európai adófizetőknek, amit a magyar adófizetők is részben finanszíroznak, hogy most itt összegyűlt a 27 állam és kormányfő gyakorlatilag 6 percnyi beszélgetésért. Igen, csak annyit tennék hozzá, hogy
hogy visszatekintve az elmúlt éveknek a különböző kisebb-nagyobb vétó fesztiváljaira, soha semmilyen téren semmit nem nyert még vele sem Magyarország, se Orbán Viktor. Időnként időt azt nyertek, de a folyamatokat megállítani nem tudta, és a bizalmatlanságot pedig folyamatosan növelte saját magával szemben. Merci, Laci, Gyuri, nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak, hogy beugrottatok a mai adásra, a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, hétfőn pedig Mercivel a Kasszakulcsban lehet majd találkozni. Iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!